Az egyszerű múltidő, angolul simple past tense használatáról a következőket kell tudni. Az egyszerű igeidő típushoz tartozik, amelyet olyan cselekvések kifejezésére használunk, amik megtörténnek, megtörténtek, meg fognak történni a jelenben, múltban, jövőben. Tehát lényegében kerek egész, befejezett eseményként, cselekvésként szemléli őket a beszélő. Ennél fogva az egyszerű múltidő olyan cselekvések kifejezésére használható, amelyek valamikor a múltban megtörténtek. Fontos hangsúlyozni, hogy valamikor a múltban. Ugyanis az egyszerű múltidő esetében meg kell azt mutatnunk valahogy, hogy a múltban mikor került sor erre a cselekvésre, eseményre. Azért kell ezt megmutatnunk, mert valahogy igazolnunk kell, hogy a cselekvésnek nincs köze a jelen pillanathoz. Ugyanis ha volna köze a múltidejű cselekvésünknek a jelen pillanathoz, akkor nem egyszerű múlttal, hanem befejezett jelen idővel kellene azt kifejeznünk, az angol present perfect tense használatával. Tehát az első számú nagyon fontos követelmény az egyszerű múltidőnél, hogy valahogyan utalnunk kell arra, hogy a múltban mikor is történt az a bizonyos cselekvés, amiről beszélünk. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megmutatni. A legegyszerűbb módja, hogyha időhatározó kifejezést használunk. Az időhatározó szavak képesek ugyanis egészen pontosan kijelölni az idő egyenesén azt a pillanatot vagy időpontot, amikor a cselekvésre sor került. Nézzünk erre néhány példát. I got up at 6 o'clock this morning. My friends got married 2 weeks ago. I was born in 1974. Mindhárom mondatban van tehát egy időhatározó szó, ma reggel 6-kor, 2 héttel ezelőtt, 1974-ben, ami megmutatja, hogy a múltban mikor történt a cselekvés. Pontosan ezt kell, hogy megmutassuk valamilyen módon, amikor egyszerű múltat szeretnénk használni. A másik módszer, amivel meg tudjuk azt mutatni, hogy a cselekvésünk mikor történt a múltban, az az, hogy időhatározó szavak helyett egy másik cselekvést használunk viszonyítási pontnak. Például, when John arrived home, he immediately opened a beer. Ennek a mondatnak az esetében nem tudjuk azt megmondani, hogy John hány perccel, hány órával ezelőtt bontotta ki azt a sört. Csak azt tudjuk, hogy egy másik múltidejű cselekvés a hazaérkezés után bontotta ki. És ebben az esetben ez elegendő támpont nekünk ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a cselekvés a múltban történt, nincs köze a jelen pillanathoz. Egyébként ennek a mondatnak az esetében mind a két cselekvés egyszerű múltidőben volt. Ezt akkor oldjuk meg ilyen formán, hogyha a két cselekvés egymás utániságát akarjuk kifejezni. Nézzünk egy másik példát. While Mr. Barack Obama was playing tennis, the sun went down. Ebben az esetben megint csak nem tudjuk azt pontosan megmondani, hogy mikor ment le a nap. Nem tudjuk hány perccel, hány órával ezelőtt történt ez. De azt tudjuk, hogy egy másik múltidejű cselekvésnek a folyamatában valamikor került rá sor, amíg az amerikai elnök Barack Obama teniszezett. És megint csak ez a másik cselekvés tekintve, hogy múltidejű volt, mindez elegendő támpont nekünk ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a mi eseményünk a naplemente is a múltban történt. Ennek a mondatnak az esetében az, hogy az egyik cselekvés egyszerű múltidőben van, a másik pedig folyamatos múltidőben van, ez egyidejűséget fejez ki. Ilyen formán eltér a példamondatunk az előzőtől, ahol pedig az egymás utániságot ragadtuk meg a